Na, miért kezdtél el médiára járni? Mert érdekelt az újságírás, meg az, hogy hogyan készülnek az ilyen dolgok. Mi a kedvenc cikk fajtád? Igazság szerint mindenről szeretek írni, bár leginkább a fantasy történetek, tehát az ilyen kitalált világokban játszódó történeteket kapom. És eddig milyeneket írtál? Hát írtam egy ilyen fantasyt is, meg volt egy, amit egy egy ilyen népzenei találkozón készítettem egy interjút Bonyhádon a szervezőkkel, egy népzenei találkozón. Ezek szerint próbáltál már interjút készíteni. Milyen számodra egy ideális alany? Igazából annyira sok interjút még nem készítettem, de szerintem az a legjobb, amikor az alany sokat beszél, és nem kell mindent harapófogóval kihúzni, tehát teljes hosszú mondatokban válaszol. Amiket később fel is használhatsz a cikkhez. Utólag hogyan látod, hogy érdemes volt belekezdeni? Van-e tapasztalat? Szerintem érdemes volt belekezdeni. Igazság szerint ki tudtam bontakoztatni az írásaimat. Meg érdekes. Jövőben tervezed, hogy esetleg ezzel még foglalkozol? Az igazság, hogy nem nagyon tudom, hogy mit akarok csinálni. Gondolkodtam rá, hogy egy olyan iskolába megyek, ahol esetlegesen tudok tovább tanulni ilyen témában, de nem tudom még. Összegezve a dolgokat, szeretsz médiára járni? Igen, nagyon szeretek, és szerintem a társaság is nagyon jó. Miért kezdtél el média szakkörre járni? Izgalmasan hangzott, hogy cikkeket írhatunk, amik kikerülnek a netre, és mások is láthatják, hogy a barátaimnak elmondhatom ilyen formában is a véleményemet, és még a jövőben is tervezem, hogy akár hobbiként, akár szakmaként foglalkozok ezzel. És milyen jellegű cikkeket szoktál írni? Milyeneket szeretsz? A kedvencem az interjúkészítés, de szívesen írok elbeszéléseket, fogalmazásokat, kitalált történeteket, vagy könyvajánlót, filmajánlót, igazából mindenfélét, ami éppen jön, vagy képleírás, és imádom megfogalmazni a véleményemet. Szóval szoktál interjúkat is csinálni? Igen. Jelenleg mit csinálsz? Jelenleg egy videót, és neked válaszolok, amiben elmondják a média szakkörösök, hogy mit csinálnak ezen az órán, mit szeretnek, mikkel foglalkoztak adni. Szoktál képeket csinálni az új cikkeidhez? Igen, gyakran, de a természetképek azok, amik inkább ha lehet, mert ugye nem mindig van lehetőségünk arról, hogy csináljunk képeket, csak hogyha egymásról a maximum. De leginkább Google barátom. Milyen szerinted egy ideális interjú alany? Beszéljen sokat, és nem feltétlenül lényegre törő választ adjon, hanem meséljen, amit majd felhasználhatok később egy címmel. És hogy utólag hogy gondolod, hogy szerinted jó ötlet volt médiára járni? Igen, mindenképpen jó ötlet volt, mert egy csomó tapasztalatot szereztem magamnak, és barátokat, ismerősöket, mindenképpen. Még a szókincsem is bővült azért. No, hogyan kezdtél el, és miért kezdtél el foglalkozni a médiával? Azért kezdtem el, mert jövőbeli tervem, hogy újságíró leszek, és ezáltal egy kicsit belekóstolhattam a média tudományába. Milyen jellegű cikkeket szoktál írni? Írtam már receptajánlót, filmajánlót, véleményünk van cikket is írtam. Legtöbbször azt szoktam.
Ezek közül melyik a kedvenced, vagy melyik a kedvenced? A kedvencem a véleményünkon, mert ott kicsit kifejezhetem a gondolataimat. Rendben. Most milyen cikken dolgozom? Most egy történetet írok, egy lovas történetet, a Kengyel-sziget titka. Miről szól? Egy lányról szól, aki nyaralni ment, és felfedez egy titkos szigetet, ahol egy lovat talál. Ezt te elolvastad, vagy valahol te is rövidítettet olvastál? Olvastam egy történetet, aminek Nyereg-sziget titka a címe, de hasonló történet lesz ez is, de nem ugyanaz. Oké, és szoktál esetleg képeket csinálni így a cikkeidhez? Néha szoktam, a kedvenc részem, amikor élőben csinálhatunk és kimentünk a természetbe képeket csinálni. Akkor azt szereted jobban, mint bent ülni és írni a cikket? Igen. Interjút csináltál már valamikor? Csináltam, amikor az ötletház buli volt, akkor egy pár embert végig kérdeztem, hogy hogyan tetszik nekik a buli, és akkor csináltam interjút, volt egy interjú rész is. Milyen számodra egy ideális alany az interjúhoz? Szerintem egy alany legyen nyitott, lehessen tőle kérdezni, tehát legyen olyan dolog, ami megfogja az interjú olvasóját. Utólag nem bántad meg, hogy eljöttél médiára? Egyáltalán nem, sőt. Szerintem hasznos tapasztalat, és a jövőre részbe talán hasznos is lesz, hogyha egyszer újságíró leszek. Szeretsz a média közben, miközben cikkeket írsz, beszélgetni, zenét hallgatni, vagy mit szoktál? Zenét hallgatni, mert az kicsit inspirálóan hat, és beszélgetni, hát igen, talán az, ha segítséget kérek, az úgy segít, meg véleményt, hogy tudjam, hogy milyen a cikk, hogy mit kéne javítani, mit kéne még átírni. Szoktam. Ezek szerint akkor szeretsz médiára járni? Igen, szeretek. I love you all. Assalamu alaikum. Peace.